Megnyitották a 26. méhészeti napokat Szabadkán. Az érdeklődők számos méz különlegesség közül választhattak, de a jól megszokott hagyományos mézek, mint az akác vagy a kevert virágméz is keresett. A méhészek elégedettek az idei hozammal. Hát egy ilyen közepes évnek mondható az idei. Tudtunk pergetni többfajta mézet, de hát viszont úgy kilós átlagra mondjuk rá nem egy ilyen maximum. Úgyhogy elégedettek nagyjából a méhészek, mert hát ugye ahogy elég vontatottan indult a tavasz, és akkor olyan félő volt, hogy hogy fog meg a tavalyi szárazság után, úgy valahogy nem tudom én, mindenki félve nézett az év elé, viszont mondom, egy átlagos évnek tekinthető. A méhészeti napokon elsősorban a helyi termelőket népszerűsítik, mint mondják a méhészek, a mézvásárlás bizalmi kérdés, hiszen a méz ízéből nem lehet megállapítani annak minőségét. De aki helyi termelőnél vásárol, az nagyobb biztonságban fogyaszthat jó mézet. Fontos ez annak tekintetében is, hogy az elmúlt időszakban 25 szerbiai piacon lévő mézből vettek mintát. Egy új vizsgálati módszer során 22 esetében derült ki, hogy hamisítvány. 88%-ánál pedig megállapították, hogy valamilyen cukrot adtak hozzá különböző mennyiségben. Szeretnék a méhészek a kitermelt méztermékeket megmutatni a szabadkai vásárlóknak, hogy milyen minőséges és milyen fajta mézeket sikerült abban az évben kitermelni. Az azt jelenti, hogy itten most per pillanat van 20 eladó, 20 méhész, akiből körülbelül 16 szabadkai, a többi pedig Szerbiából való. Különben vannak méhészek, akik jöttek Magyarországról, meg Romániából látogatóba is. A méhészeti napok vasárnap még várja a látogatókat, akik a vásárlás előtt meg is kóstolhatják az ízletes mézeket.